Utolérte pontszámban az FK Csíkszereda Lénárt falvát a labdarúgó harmadik liga 5. csoportjának rangadója után. A feljutásért hajtó csíki csapatnak 3 pont hátránya volt a lista vezető Lénárt falvával szemben. Ezt azonban a közvetlen mérkőzésen idegenben kivívott 4-2-es győzelmével ledolgozta. Az FK már a 11. percben vezetéshez jutott Bajkó góljával, majd a 32. percben Lalić növelte 2-re az előnyt. A hazaiak szünet után büntetőből szépítettek, majd Bajkó szintén 11-esből újabb gólt lőtt, sőt Zsebári találatával 4-1-re nőtt az előny. Ez az eredmény azt jelentette, hogy miután Lénárt falva 3-0-ra nyert az ősszel Csíkszeredában, a közvetlen eredmény is a csíkiaknak kedvezett. Utóbb azonban a házigazdák egy újabb büntetővel betaláltak, így továbbra is ők vannak előnyben pontegyenlőség esetén, így nem lehet teljes a csíkszeredai öröm. A labdarúgó harmadik ligából még 7 forduló van hátra, a feljutáshoz az FK-nak több ponttal kell végeznie, mint ellenfele.